Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik férfi az igazi? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Viala számára. Kedves Viala, üdvözöllek téged! A te életedben most két férfi játszik egy szerepet. Az egyik a szerelmi élet területén, a másik inkább egy ilyen kereskedelmi kapcsolat, de te szeretnéd tudni, kiben bízhatsz, hogyan tovább, mi összehasonlítjuk itt mindkettőt. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a lovas férfi mutatja, és az azt jelenti számodra, bíz abban, hogy valami közeledik hozzád. És ez kellemes, mutatja a levegő elemét is, ez a kard azt szimbolizálja, ez a könnyűségekre utal, a kommunikációra, kereskedelmi kapcsolatra is. Itt mozgás lesz, bíz ebben. Ami téged gyengít, ezek a kihívások, harcok, meg kell, hogy védjed magadat, vagy vannak konkurenciáid, és ez is egy nagy kihívás. De ha bízol abban, hogy sikeres vagy a munkahely területén, akkor jobban érzed magad, és bízhatsz abban, hogy itt mozgás lesz. Ami téged erősít, azt mutatja itt ez a kép, találkozások, kellemes beszélgetések, meghívások, egy baráti kör, vagy találkozás a nagy szerelmeddel. És most megnézzük az ő helyzetét, a te szerelmedet, az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Ő ül a lovon. Itt minden pillanatban elindulhat egy irányba, de jelen pillanatban megáll, és megnézi ezt az érmét. Az utal az anyagiakra, a vagyoni dolgokra, az üzleti dolgokra, de az értékekre is. Ő elgondolkozik azon, mi értékes számára, és ki értékes számára. A baj az nála, hogy itt nem látja a lehetőségeket. Ennek a hölgynek szimbolikus jelentése van, mutatja az ő tartását. Itt az ablak jelenti a lehetőségeket. Itt kinyílik valami. De ő elfordul ettől. Egy más irányba tekint. Ő érzi, hogy itt tud valamit javítani a dolgokon. Közel áll hozzá. Ez a bot jelenti a tűz elemét. Ő bátor, és mégis elfordul, mert fél valamitől. Vagy, mint ahogy itt ez a hölgy mutatja is, így fogja ezt a fotelt, és nem engedi el pontosan az, amit ez a kép is mutat. A kezében az anyagiak. Nem tudja elengedni. De javulni fog a dolog, mert ez egy átmeneti állapot, arra utal itt ez a híd. Az ő élete nem olyan, mint korábban volt, mert ő megismert téged, itt van ez a kehely, az az érzelmekre utal, tehát ő szeret téged, de ő nem tudja neked jelen pillanatban azt nyújtani, amit szeretne. Még nem érkeztetek el ahhoz a célhoz, amit szeretnétek elérni. És ez egy párkapcsolat. Ez a híd jelenti ezt az átmeneti időszakot. De egy kicsi húzavonát is,
mert így a hídon nem tudja, hogy előre menjen, vagy hátra, egy lépést előre, kettőt hátra, de mégis jól alakulnak a dolgok, mert ez a kártya jelenti a jövőt. Ő nyitott lesz erre a szerelmi kapcsolatra. Kezében van a kehely, a víz eleme, és a szimbolizálja az érzelmeket. És ez a tartás, ez egy meghívás, nyitottság. Vele boldog tudsz lenni. Most megnézzük a másik férfit, akivel egy ilyen üzleti kapcsolat van, hogy áll ő hozzád. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Hamisságok, hazugságok. Légy óvatos vele. Nem lehet tudni, hogy ez a kártya arra vonatkozik-e, hogy mások becsapják őt, vagy ez a kártya mutatja az ő tartását. Ő becsap téged. Ez, amit itt én érzek. Vigyázz vele! Amit ő szeretne, veled találkozni, egy szerelmi kapcsolatot kialakítani, itt a kelyhek az érzelmekre mutatnak, és nem a kereskedelmi kapcsolatokra. Még valami, ami arra utal, hogy vigyázz vele, légy óvatos, ez, ahogy hozzád közeledik. A 8-as szám egy húzavonára utal, ahol te keresel később egy kiutat. A kép jelenti azt, hogy ő a háttérből figyel téged, és ez nem az üzleti dolgokkal áll összefüggésben, hanem az ő érzelmeivel. Ő féltékeny, és figyel téged. A kelyhek az érzelmeket mutatják. Ha most úgy döntenél, hogy igen, te tartod vele a kapcsolatot, akkor is, ha itt kereskedelmi kapcsolatról van szó, és nem a szerelmi ügyekről, holott ő szeretne veled kialakítani egy kapcsolatot, hova vezet ez a kereskedelmi út? Itt ez a börtön látható. Ezt nem szó szerint kell érteni, hanem ő aláírat veled egy szerződést, és te itt fogva vagy, nem tudsz kilépni, nem tudod elhagyni, mert valami köt hozzád, és ez téged később zavar, és félsz tőle. Légy vele óvatos. És hova vezet a te szerelmi ügyed? Itt van egy forrás, ez a belső erő, ez a bizalom. Bízz abban, hogy a te belső hangod irányít téged, és hallgass a szívedre. Maradj ennél a fiúnál, akit te szeretsz, és ő is szeret téged. Ő most rendezi az üzleti ügyeit, a pénzügyi dolgait. Ez egy átmeneti állapot, de javulnak az események, és ő nyitott arra, hogy veled kialakítson egy párkapcsolatot. Ami számodra jó és segít neked, azok a baráti kapcsolatok, vagy egy meghívás, ez lehet a családon belül is. Most én megkérdezném az ingát, lesz szerencséd anyagilag is, a szerelmi élet területén is, igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, szerencséd lesz a hivatásodban, szerencséd lesz a szerelmi élet területén. Amennyiben az inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, hogy nincs szerencséd. Az üzleti ügyekben sem, a szerelmi élet területén sincs szerencséd. Amennyiben az inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. A válasz igen, szerencséd lesz.
az üzleti dolgokban is, és a szerelmi élet területén is. Kedves Viala, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!